Tihárdi Kinga vagyok, az OGYI dietetikusa, és ezennel szeretném a lakosságot meghívni az Aqua Challenge programunkra. Ez a program a vízivás kihívásáról szól, ami azért fontos, hogy megfelelően hidratáltak legyünk. Október hónapban szeretnénk üzeneteket küldeni a lakosság számára, hogy mennyi folyadékot kell inni, és ez milyen formában. Nagyon fontos, hogy minden korosztályhoz eljusson ez az üzenet, hiszen a gyerekektől az idős emberig mindenkit érint az, hogy mennyi folyadékot iszunk. Napi minimum 2 liter folyadék elfogyasztása szükséges ahhoz, hogy egészségesek maradjunk, és a szervezetünk megfelelően hidratált legyen. Ezt a szokást úgy mondják, 21 nap alatt ki lehet alakítani, ezért hirdettük meg egy hónapos távlatban ezt a programot. Szeretnénk üzenni a lakosság számára, hogy figyeljünk egymásra. A gyerekekre azért, mert ők még nem isznak elegendőt, eljátsszák az időt, az iskolában koncentrálnak a tanulásra, és adott esetben kimaradhat a vízivás. Az idősek, meg egy másik korosztály, akik szintén elfelejtenek már inni, nem figyelnek arra, hogy mennyi folyadékot visznek be a szervezetünkbe. Nekünk, az aktív korosztálynak felelősségünk van abban, hogy figyeljünk oda, és erre a legkisebb egység a család. Családon belül is, ha odafigyelünk, és megitatjuk a gyermekeinket és a nagyszülőket, akkor már nagyon sok lépést tettünk az egészségünkért. A munkahelyen néha olyan mélyen belemerülünk a feladatokba, a munkákba, hogy szinte elfelejtünk inni. Ezért, hogyha koncentrálunk arra ebben a hónapban, hogy kialakítsunk egy egészséges vízivási szokást, nagyon sokat tehetünk az egészségünkért. Lássuk például, hogy miben léphetünk előre. Ha megfelelően hidratáltak vagyunk, akkor az emésztési problémáink is megszűnhetnek, hiszen tudjuk, hogy egy székrekedés hátterében is lehet vízhiány. Egy apró dolog, hogy a bőrünk rugalmas, és a hajunk szép fényes, hogyha megfelelően hidratáltak vagyunk. De gondoljunk arra, egy fejfájás hátterében is lehet folyadékhiány, és akár a sportteljesítményünket is befolyásolja, hogy mennyi folyadékot iszunk naponta. Az immunrendszerünk toprajáratásában is nagyon nagy szerepe van annak, hogy mennyi folyadékot iszunk, hogyha arra gondolunk, hogy egy lázas beteg akár 9 deci folyadékot is elveszíthet egy alkalommal, akkor ebből már tudjuk, hogy miért lényeges az, hogy vizet igyunk. Szomjoltásra legalkalmasabb a víz. Szerencsénk van, hiszen hazánk bővelkedik vizekben, ásványvizekben, és mindenhol található megfelelő jó minőségű ivóvíz. Kérem, látogassanak el a honlapunkra, a merőkanál.hu oldalra, ahol a továbbiakban bővebb információt kaphatnak a programmal kapcsolatban. Minden héten kedveskedünk a program ideje alatt nyereményjátékkal az odalátogatóknak, és nagyon sok hasznos információt kaphatnak az egészségükre vonatkozóan.